Megújult a győri ipartestület, hangzott el a szervezet napokban tartott évértékelő rendezvényén. Az iparosok ma már olyan szolgáltatási palettával rendelkeznek, ami országos szinten is egyedülálló. Erre pedig a testület és maga Győr városa is büszke lehet, mondta híradónak a szervezet titkára. A szolgáltatási palettánk oly mértékben bővült, hogy bárki bejön hozzánk, tegyen próbára, hogy vegye igénybe szolgáltatásainkat, és segítséget tudunk adni hitelnél, pályázatoknál, biztosításoknál, képzéseknél, és sorolhatnám a többieket. A megyei közgyűlés elnöke is ott volt az ipartestületi évértékelőn. Németh Zoltán szerint a szervezet pótolhatatlan munkát végzett eddig, és végez most is. A megyei elnök úgy véli, az iparosok a kihaló félben lévő szakmák életben tartói, ezért minden elismerés megilleti őket. A megyei önkormányzat évről évre figyelemmel követi azoknak a szervezeteknek a munkáját, akik vagy a civil élet, vagy pedig a gazdaság szempontjából kiemelkedőt teljesítenek, és természetesen megfontolt javaslatok alapján azoknak a személyeknek, szervezeteknek, cégeknek adjuk ezt az elismerést, akik hozzájárulnak a megye gazdaságának a növekedéséhez. Itt az ipartestületről el kell mondani, hogy egy nagyszerű és példanélküli szervezet, hiszen az egyéni vállalkozótól a multinacionális vállalatig vannak tagjai, és az, hogy ez a szervezet ilyen módon együtt dolgozva tudja segíteni a megye gazdaságát, ez szerintem nagyszerű dolog. Nem csak évet értékeltek, de jutalmaztak is az iparosok a napokban. 4 aranyozott emlékérmet vehettek át, 6 pedig ezüstgyűrűt kaptak 25 éves tagságuk elismeréseként.